Enyeri Tamás vagyok, Previzortiszt. Nagy hadással voltak rám például a sokak által kedvelt Diablo 1 és Diablo 2 átvezető animációi. Ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy én is valami hasonlóval szeretnék foglalkozni, illetve valami maradandót szeretnék alkotni a szakmában. Ha a Previzortiszti munkakört egyszerűen össze szeretném foglalni, akkor azt mondanám, hogy a mi feladatunk érthető módon felvázolni a történetet egy 3D-s animatik segítségével. A 3D animatik az gyakorlatilag egy videó, a filmnek egy korai, vizuálisan lebutított változatát takarja, ami viszont a legtöbb dramaturgiai elemet tartalmazza. Először egy previzt gyártunk, ez a filmeknek a legegyszerűbb formája. Ebben főleg kézi animált karaktereket használunk, illetve nagyon egyszerű kameramozgásokat, kompozíciókat készítünk. Az animatik gyártás során mocap forgatásokon is részt veszünk, itt színészekkel eljátszuk azt a mozgást, amit majd később a filmben ki szeretnénk dolgozni. Miután elkészült az animatik, megkezdődhet a film tényleges gyártása. Egy jó previzartiszt szeresse a mozgóképet, értse a filmnyelvet, érdekelje az animáció. Egy previzartisztnak fontos, hogy tudjon priorizálni, hogy mennyi energiát öl bele az egyes jelenetekbe. Én leginkább akkor szeretek dolgozni egy filmen, vagy egy adott jeleneten, hogyha olyan karakterrel dolgozunk, vagy olyan esemény történik, amivel valamilyen szinten tudok azonosulni. Ezekben a jelenetekben érzem azt, hogy bele tudom tenni azt a személyes pluszt, amitől talán egy kicsit egyedivé válik az a jelenet.